Szeretettel köszöntöm a csendes percek minden kedves nézőjét. Ezen a héten Dávid életéből nézzünk meg mozzanatokat, epizódokat, és arra a kérdésre keresünk a választ, hogy vajon mik jellemezték az Isten szíve szerint való férfit. A mai üzenetnek a mottoja az, hogy Dávidnak volt egy titkos élete. Amikor Isten fölkente Dávidot, mint Isai fiát, kb. 12-16 éves lehetett. Semmilyen hőstetet nem tett még. Fölmerült bennem a kérdés, hogy vajon ö, miért kente föl, mi az, amit látott benne, ami miatt ő azt mondta, hogy szíve szerint való férfit választott. Ismerte egyáltalán Isten Dávidot, vagy csak tudta, hogy mivel ő alkotta az anyja méhében, tudta, hogy milyen elhívás vár rá, milyen az ő szíve. Nekem az a meggyőződésem, hogy az Isten ismerte ezt a ifjúkori Dávidot, nem csak a mennyben tudta, hogy mire képes a fiú. Azt olvasok a Bibliában, hogy Dávid egy pásztorfiú volt, sokat időzött a juhok őrzése közben az Istennel. Volt kapcsolatuk, ez egyértelmű, Dávid ismerte az Istent, és az Isten is ismerte Dávidot. Például Többször hadakozott medvével, oroszlánnal, Dávid ott a pásztorkodása alatt, és később megjegyzi, hogy ilyenkor Isten volt az, akinek így győzelmet adott, vagy egy másik. Biztosan többször énekelt már fiatal korában is Dávid az úrnak, azt is el tudom képzelni, hogy már voltak olyan énekek, amiket ő költött, ő énekelt meg, hiszen voltak tapasztalatai az úrról amiket ilyen művészi formába tudott önteni. Amikor Dávidnak megvolt a felkenetése, az első feladata az volt, hogy behívták a király udvarába, a Saul király udvarába, hogy amikor Sault megszállták a gonosz szellemek, akkor Dávid pengette a hangszerét, és olyan természet fölötti békesség áradt ki, hogy Dáv, vagy Saul képes volt megnyugodni. Az egyik embere Saulnak úgy nyilatkozott, Dávidról, hogy tudlanton játszani, derékférfi, harca okosbeszédű, daliás, és vele van az Úr. Az, hogy vele van az Úr nem csak azt jelentette, hogy megsegítette különböző helyzetekben, hanem azt jelentette, hogy volt kapcsolatuk. Volt egy kapcsolat Isten és Dávid között. Ismerték egymást. Dávidnak volt egy látható része, az életének volt egy látható része, és volt egy láthatatlan része. A látható része az emberek előtt volt nyilvánvaló, a láthatatlan vagy titkos része pedig az a része volt az életének, amit csak az Isten előtt élt. Ez egyfajta bizalmas kapcsolatot jelentett. A titkos élet nem azt jelenti, hogy valami olyan dolog, ami bűn, amit rejtegetünk az Isten előtt, hanem egy olyan élet, amit nem mások előtt élünk. Mások nem látják ezt az, élet, ezt az életünket, csak a gyümölcseit, hogy mik fakadnak ebből. Ma meggyőződésem, hogy az életünk látható lenyomatai azok onnan kell, hogy fakadjanak, amit a titkos életünkben az Istennel tapasztalunk, megértünk. A feleségem 16 éves volt, amikor bement a kórházba, és elkezdett segíteni az ott lévő embereknek. Voltak, akik már a halál, halálukon voltak. Senki nem értette, hogy mit keres ez a 16 éves gimnazista lány a kórházba. Azért ment a kórházba a feleségem, mert a titkos életében kapott egy olyan ösztönzést az Istentől, hogy menjen el a kórházba és segítsen azoknak az embereknek. Volt egy osztálytársam gimnáziumban, miután megtért, volt egy személyes kapcsolata az Istennel, én erről nem tudtam, én csak annyit láttam, hogy egyszer csak nem kezdett, egyszer csak nem puskázott elhagyta a puskázást. Korábban csinálta, miután megtért, és volt egy ilyen elrejtett élete, már nem csinálta. Jézus azt mondja a híres hegyi beszédben, a Máté 6-ban, hogy vannak olyan cselekedetek, kegyességi cselekedetek, igazságos cselekedetek, mint például az adakozás, a bőtölés, vagy az imádkozás, amit ne az emberek előtt gyakoroljunk. Ha adakozunk, adunk valakinek, akkor jó az, hogyha ezt úgy tesszük, hogy nem a másik ember tudja, hanem egyedül az Isten. Azt mondja az Isten igéje, hogy ha adakozol, az történjen titokba, a te atyát pedig, aki látja, amit titokban történik, megfizet neked. Isten szeretné, hogyha lenne egy ilyen titkos életünk, amit vele élünk. A titkos életünkben töltődünk. Ebben a világban óriási szükségünk van arra, hogy kapjunk ilyen feltöltődést. A titkos életünkben ki tudjuk önteni a szívünket az Isten elé. Ebben a titkos, elrejtett életünkben növekszik az ismereti, Isten ismeretünk. Ebben a titkos, elrejtett életünkben képesek vagyunk irányt találni az életünknek. És végső soron, amikor van egy ilyen titkos, Istennek szentelt életünk, erősödik a mi kapcsolatunk az Istennel. A mai üzenet tehát minden kedves testvéremnek azt kívánom, hogy legyen egy ilyen titkos élete, ami csak Isten és közte zajlódik.